Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, én Kollár István vagyok, aki az Alzheimer című filmet készítette, és ez az utolsó élő interjúm, és mindig azt ígértem, hogy szakemberrel fogok készíteni interjút, és most nem hazudtoltam annyira meg magam, mert itt ül mellettem Mennyán Miklós doktor úr, viszont nem árultam el, hogy kivel, illetve kikkel fogunk ma este beszélgetni. Azért nem, és csak azért annyit írtam ki, hogy egy különleges helyen leszünk ma, és ez nem attól különleges, mert mondjuk aranyból vannak a falak, hanem attól különleges, hogy ez valakinek az otthona, és valaki minket ide beengedett, ami, ha egy picit belegondolnak, az egy nagyon nagy szó, talán a legnagyobb, ami velem vagy velünk történhet. Viszont, hogy megismerjük őket, hogy ők kicsodák, a legjobban úgy gondoltam, hogy az mutatja meg, hogyha kivételesen a filmemből egy részletet fogok mutatni. Ez is egyedülálló, mert eddig még ezt nem tettem. Mindig voltak vágatlan interjúk, de konkrétan a filmből kivágott kis darabka még nem, úgyhogy most ezt fogjuk megnézni, aztán jövünk vissza itt élőben. A Győr mellett élő Hans családdal már találkoztak korábban, de ismerjük meg őket jobban. Péter a családfő Alzheimer-kórban szenved. A szószoros értelmében, ugyanis teljesen tudatában van betegségének. Az a nő, amiért kicsit összetörünk. Én még súlyba vagyok. Ti már nem. Pont ez a baj. Mit csinálta akkor? Akkor dobtad el a kapát is. Azt tudom, hogy de hogy mikor volt az... Ha valami nem sikerül, akkor az... Folyton bepánikol. Ha valami olyan van, megijed, és akkor be is pánikol. Tud még oroszul? Nyepányéva. Valahogy itt. Mit tudom, én nem tudom. De az igen, a nyep is megy. Hát kívjál hozzád? Hát kívjál Zabót. Zabót, ja. Hogy hívnak? Nem találja meg a kanalakat, pedig tudja, hogy hova rakjuk őket. Már 30 éve ugyanott vannak. Viszont gyűjt. Mindenféle régiségeket, amelyekről mindent tud. Nem felejtette el a funkciójukat és a nevüket sem. Órákon át tud róluk beszélni. Ez azt a kaszára rakják rá, majd mutatom. Amikor kaszárják, ez a részkár így botog, és ez a gabonát ez dönti meg. A baj csak az, hogy van, amiről elfelejti, hogy már mutatta. Ez is szintén olyan volt, hogy a kaszára teszik rá. Vannak olyan dolgok, amiket nem csinálok meg, hanem hagyom, hogy ő. Valamit mindig keresni kell. Ami itt van, ez a kosár volt, mert apám nagyon rengeteg kosarat kötött. És ez volt az utolsó kosár alja, mert akkor már annyira beteg volt, hogy nem tudta ezt meg. Csinálni, és ennek itt helyáról lássa mindig az ő kezem munkáit. Azt nem lehet elvenni. El lehet. De nem úgy. Az már nem az. Se olvasni nem olvas, mert azt mondja, elfárad, nem tudod, nincs türelme. Rejtvényt nem fájt. Ilyen hülye vagyok, hogy elfelejtek ilyen dolgokat. Ez nagyon nehéz. Tisztelet mindennek, akinek a családjában ilyen van. Én azt tudom csak mondani, talán végszónak, hogy tolerancia. De kicsit nyugalom. Az, aki beteg, a környezete is szenved. Szenved. Érzem én. Hát szomorú történet, viszont a szereplők legalább itt vannak velünk. Jó estét, sziasztok! Szép estét! Mi tegeződünk, úgyhogy tegeződni igen? Fogunk. Okay. Csak a nézőknek mondom, hogy ilyen furcsa. Sok minden történt. Mikor vettük mi fel ezt a filmrészletet? Most már másfél éve. Másfél éve, 19. augusztusa volt. Jó meleg. Igen. Melegebb, mint most. Mi újság van azóta? Csak hogy ilyen rögtön belevágjak a kezetébe. Mi az első dolog, amit... Sajnos a férjem állapota azóta nagyon sokat romlott.
nagyon sokat romlott, nagyon sokat veszített az emlékezet, az emlékező képessége, a cselekvő képessége, és egyre jobban rám van utalva, tehát nagyon sok mindent nekem kell segítenem, mert egyedül teljesen nem tudja magát, egyedül nem tudja magát ellátni. Tehát rám van utalva, vagy segítségre. A szakma, a filmes szakma is, meg a nézők is azt kérdezik tőlem mindig, csak ilyen rossz szóval élve, hogy én hogy vettem rá embereket, családokat, hogy beszélgessenek velem. Hogy ez, én mindig azt mondom, hogy mert segíteni akartok és akartatok. Igen, igen. Miért engedtetek be ide anno? István, én azért engedtelek be a családunkba, azért, mert szeretném azt, hogy lássák az emberek, hogy milyen problémák vannak, milyen betegségek vannak, amiről eddig én se tudtam, hogy van, hogy létezik, és hogy sajnos hozzánk is, amikor a férjem Alzheimeres lett, bizony nagyon sokat utána kellett néznem interneten mindenhol, hogy mi ez, mert nem tudtam róla, nem tudtam kihez forduljak először, mert nem tudtam, hogy van ez a betegség. Ha hallottam is, nem tudtam azt, hogy mi ez, mert azt kérdezték tőlem, hogy remeg, nem tud menni. Nem, ő szellemileg épül-e. Én hát a filmhez nagyon-nagyon sok interjút készítettem annó, de én nem tudom, erről beszéltünk-e annó. Én egyetlen egy interjú előtt izgultam, vagy féltem, vagy nem tudom, hogy fogalmazok, és amikor idejöttem. És pont azért, mert tudom, hogy Péter tudja, hogy beteg, és hogy mit kérdezzek, tehát hogy fogunk mi beszélgetni anélkül, hogy itt bárki sérüljön, és azt hiszem, hogy Dia, te voltál, aki először megkeresett, ugye? És ez egy komment volt, amit a... Már akkor ment az Alzheimer. Akkor te emlékszel, mert én nem igen, emlékszem. Igen, ez úgy történt, ment a Facebook oldala, és én oda kommenteltem. Előtte volt egy eset, mikor itt apu nekem sírt a kanapén, hogy megy el az esze, és akkor itt a kommentek között én ezt elejtettem, hogy milyen szörnyű érzés, hogy az én apukám, akire én mindig fölnéztem, és a támasz volt, hogy most nekem sír a kanapé, hogy megy el az esze. Szerintem azt hiszem, valami előadásra mentünk éppen egy színház vagy koncertre, és ezt én oda kommenteltem, és akkor kerestél te meg engem, hogy tudunk-e ez ügybe beszélni. Úgyhogy, hát így alakult ez az egész, és én azt gondolom, hogy először anya ez egy kicsit úgy tartott az egésztől, hogy úristen, mi lesz meg hogy lesz, és én azt gondolom, hogy ezzel tényleg tudunk másnak megmutatni, hogy tényleg milyen valójában, mert aztán én nagyon sok ismerőssel találkoztam, aki ugyanebben a cipőben van, csak más-más fázisában a betegségnek. És én azt gondolom, hogy erről kell beszélni. Nálunk túl is tudod nagyon jó, hogy nincsenek tabuk a családban. A gyerekek, a keresztfélém ugyanúgy tudják, hogy mi ez az egész. Nincsen az, hogy eldugaszoljuk aput. Nincs. Ő a családunk része, akkor is az van, hogyha bármit csinál, akkor is az volt, amikor volt egy időszak, hogy nem tudott valamit megcsinálni, és dobálta a szerszámokat, akkor is az én apukám, és akkor is gondoskodni kell róla, ez oda-vissza működik. Gyerekkoromban ő gondoskodott, most mi csináljuk ugyanezt. Mert ugyanúgy ember, és nem azt nézem, hogy ő most elfelejti azt, hogy én ki vagyok, hanem azt, hogy az én apám. És szerintem ez a lényegben, hogy ezt nem szabad elfelejteni, hogy én tudom, hogy ő ki, meg hogy milyen volt. És én azt gondolom, hogy ez a lényeg benne, hogy nem tehetem félre. Azt nem tudom, Miklós, tudod, vagy tudsz-e mondjuk statisztikát arról, hogy Magyarországon inkább tabu ez a betegség, vagy inkább nem? Vagy ez hogyan van? Én azt gondolom, hogy hát évekkel ezelőtt az Alzheimer kávé indulásakor sokkal inkább tabu volt. Most már nagyon-nagyon sok olyan lehetősége van azoknak, akik ebben a dologban érintettek, ezzel a betegséggel érintettek, akiknek lehetősége van ismereteket szerezni. És ez a dolog nem mondanám úgy tabunak, mint 5 évvel ezelőtt mondtam, hogy ez tabu téma. Ez nagyon lényeges dolog, mert ez a segítség, ez mindenkire vonatkozik, és hadd beszéljek néhány szót az Alzheimer Café-nek a jelentőségéről.
ami lehetőséget adott az elején arra az embereknek, hogy akkor valóban sokkal keményebb tabu téma volt, hogy egymás között kialakítsanak egy olyan kapcsolatot, amiben megosztják egymással a gondolataikat, a problémáikat, és ezeken a problémákon sokkal könnyebben tudtak tovább lépni, illetve az ott szerzett tapasztalatokat felhasználva megkönnyítették maguknak azokat a dolgokat, amiket odáig nem tudtak megoldani. És ez egy nagyon lényeges dolog. És én azt gondolom, hogy az Alzheimer elleni küzdelem, ha szabad így fogalmazni, egyik sarkalatos pontjának tartom most is a felvilágosítást, amit a szakembereknek, az egészségügyben és a szociális szférában dolgozó szakembereknek meg kell tenni, alapvetően az első felvilágosításnak a szerepe. Mint kiderül, önöknél is ez volt a dolog, az ismeretek hiánya, ami nehezen tette lehetővé azt, hogy a problémáikat túllépjenek, vagy segítsenek, vagy egyáltalán megoldódjon a probléma. Viszont hogyha találkoznak olyan közösséggel, olyan emberekkel, akik hasonló cipőben járnak, ezt a problémát sokkal egyszerűbben, könnyebben megoldják. De a probléma nyilván nem oldódik meg, csak könnyebb. És nagyon lényeges, pontosan ezért, hogy legyen lehetőség azoknak, akik érintettek ebben. Most egy elég nehéz időszakban vagyunk a Covid miatt, a személyes kapcsolatoknak a hiánya, a lehetetlensége nagyon komoly terhet ró azokra, akik ebben a dologban érintettek. Gondoljunk csak bele abba, hogy akinek intézetben ápolják a hozzátartozóját, nincs lehetőség találkozni. Holott egy ilyen típusú betegségnél, az Alzheimernél nagyon lényeges az, hogy a napi kapcsolat legyen meg. Aki intézetbe tette a hozzátartozóját, annak is nagyon fontos, hogy minden nap el tudjon menni, vagy el tudott menni, mert ezzel pótolta azt, ami azt a személyes kapcsolatot, amire azért szüksége van az Alzheimer-es betegnek. Még akkor is, ha úgy gondoljuk, hogy úgyse emlékszik rá, meg nem tudja ő azt, ez nem igaz. Itt az érzelmi dolgoknak nagyon komoly háttere van, és nagyon-nagyon fontos az együttérzés, a ráérzés, amit empátiának nevezünk, ami a hozzátartozó és a páciens, illetve a hozzátartozók között ki kell, hogy alakuljon. Nagyon fontos az, hogy a beteg érezze a szeretetet. És ez csak egy családi környezetben lehet, vagy amikor egy intézményben van, azzal, hogy rendszeresen eljárnak hozzá, azt ő megérzi. Akármennyire is sokan gondolják, hogy hú, ugyan már örül neki, ez már mindegy, ez nem igaz. És ezek azok a dolgok, amit úgy gondolom, hogy fontosak, és ugye az alapkérdés, hogy változott a stigma jellege, igen, változott, de hát még mindig nem vagyunk ott, ahol lehetne. Ez a véleményem. Most ehhez fűzni, bocsi, hozzá, hogy itt szóba, ha szabadba vágok, ugye az első Covid ciklus, ami volt tavaly tavasszal, ugye mindenki félt, nem jövünk, ugyanez volt nálunk is, ez megtörtént. A húgom nagyon nem akart jönni, utcán találkozta, a kapu ablakból nézett ki, nem értette, hogy miért nem öleljük meg. És eltelt 2-3 hét, és mondtam, hogy én azt, amit az arcán látok, én nem akarom többet látni. Én jövök. És nem érdekel, mi lesz a következmény, dobálhat rám bárki követ, majd én elszámolok a saját lelkiismeretemmel, valamit hazahozok. És nagyon sokat romlott abba az időszakba, így is, hogy kvázi családi környezetben volt, és hetente, két hetente jöttünk haza. Ott nagyon-nagyon sokat romlott az állapota neki. És semmi másnak nem tudható be én szerintem, mint annak, hogy nem érezte azt, hogy mi itt vagyunk vele. És nem tudja, hogy mi történik körülötte. Ez így van. És ugye most egy kis faluban vagyunk, Ónyban. Igen? Nem tudom, mekkora egyébként ez a... Hát olyan 2800 lakos, nem olyan kicsi. Nem olyan kicsi, de... Nem olyan kicsi, igen. De nem nagy. Tehát mindenki ismer nyilván mindenkit. Itt tudnak más betegről, vagy tudtok más betegről? Hát igen, tudtam, de ők már sajnos nem élnek. A kettő ember tudok, aki Alzheimer-es volt. Ővelük úgy, aki az ödönékkel, azokkal most Amerikával sokat beszélgettünk erről. Tehát a család is, ők is tudták, hogy nálunk mi a probléma. Én is tudtam, hogy ővelük mi van, és akkor így ővele így szoktuk megosztani a problémáinkat, megbeszélni a dolgokat, mert ő is úgy volt, hogy láttam, hogy jól esett neki, hogy nincsenek egyedül, meg nekem is jó az, hogy tudom azt, hogy nincsen, hogy nekem is van segítségem,
mert hál' Istennek itt a faluba is, én nem titkoltam el, hogy a Péternek mi a baja, abból a meggondolásból, ha véletlen elmegy, elcsavarok, vagy valamerre hogy látják rajta, hogy zavartan viselkedik, akkor már kérdezze meg tőle az illető, hogy te Péter, az Ili tudja, hogy hol vagy, vagy miért vagy te itt. És akkor jött az az eset, pont egy 2-3 hete, hogy a férjemnek csináltattak a gyerekeim egy karkötőt, ami rajta van a neve, hogy milyen, ahogy Alzheimer beteg, a címünk, meg 2 telefonszám, meg a vér, a vércsoportja. És akkor a Péternek, holott ő már nagyon sok mindent nem tud, ide kijött este, és akkor azt mondja, hogy tudod, min gondolkodom? Mondom, min Péter, hogyha én kimegyek az utcára, és nem találok haza, már nem ismerem már meg a házunkat se, akkor mi lesz én velem? Azt gondolják, hogy részeg vagyok, aztán senki se törődik velem. És akkor mondtam neki, látod, itt van a karkötőd, mondom, azért kaptad ajándékba, hogy ez a kezded el legyen. És elment be a szobába, és egy negyed óra múlva jön ki, és mutatja boldogan, hogy nézd, itt a karkötőm, most már nem veszek el. Tehát nekem ez is jó, és itt a szomszédok is megkérdezik, hogy ha valami olyan dolgod van, ránézünk a Péterre, átjövünk, segítünk, mert ezt csak így lehet csinálni. Most én, ha a homokba dugom a fejem, nem mondom meg, hogy mi a baja a férjemnek, akkor én ezt nem várhatom, ezt a segítséget. Igen. Én biztos, hogy ez is a feltett kérdéssel az irányomban. Feltett kérdésre egy olyan válasz, ami azt bizonyítja, hogy igenis változott az elmúlt pár évben a szemlélet, sőt olyannyira változott, hogy van olyan város egyszerűen ugyan Magyarországon, ami úgynevezett demencia barát város. Ez azért jutott eszembe, mert eszembe kell, hogy jusson, mert nagyon komoly jó kezdeményezés, de ugyanilyen kis apró trükköket alkalmaznak ahhoz, hogy a demens betegeket, az Alzheimerben szenvedő betegeket, akik esetleg elkóborolnak, vagy nem ismerik a velük való bánásmódot, megtanulják az emberek, és mosonmagyaróvári emberek tudják, mi az, hogy demencia, mi az, hogy 10 000 forinttal fizet egy doboz gyufáért, meg nem talál haza, és akkor nagyon sok olyan egyéb apró kis trükkel oldják meg azt, hogy a demens, az alzheimeres betegek ne vesszenek el, hogy másképp álljon hozzájuk mindenki, mind a gyógyszertárban, mind a boltokban. Ez egy társadalmi szemléletváltást is jelent, amit önök itt kicsivel most elmondtak, hogy a faluban a karkötő, a többiekkel megbeszélni, ez egy nagyon komoly előrelépés. Úgyhogy ez még gyakorlatilag kiegészítették, amit mondtam, illetve példát mondtak arra, hogy valóban azért van változás, és azért ez nagyon sokat jelent. Hát, igen. Ugye mind a hozzátartozóknak, mind a betegnek is. Nagyon jó volt ez a példa, hogy a Péter mutatta és örült neki. Tényleg fantasztikus. Ebből is lehet látni, hogy mindenkinek jó, mert ugye az Alzheimer-kór az nem csak a betegnek a baja. Az Alzheimer-kór nem csak a családnak a baja, közösen. És a megfelelő empátia, szeretet megvan a hozzátartozókkal, akik őt körbeveszik. Ugyanez nagyban, egy városban is, ahol már ismerik, hogy mi a baj, nem ilyen családi jellegű, de egy szeretetet érezzenek, nem félelmet attól, ha találkoznak egy ilyen típusú betegséggel. Nagyon fontos, ez egy szemléletváltásnak az elején vagyunk, de elindult szerintem. Nekem az volt furcsa, szabad így, majd tőled kérdezek, Miklós, hogy mikor most bejöttünk, Péter elkezdett nekem szabadkozni, meg védekezni. Emlékszik itt az előbb, hogy elkezdte mondani, hogy milyen betegsége van. Azt el tudja mondani még egyszer? Nem baj. Amit mondtam, hogy érdemes lenne erről beszélni, hogy milyen ez a betegség, mit érez az ember, akinek ilyen betegsége van. Mi önnek a baja? Mit érez most? Vagy hogy van? Vagy nem tudom, hogy kérdezzem. Péter, figyelj ide! Arról van szó, hogy
az Istvánék bejöttek, és mondtam neked, hogy ismered az Istvánt, találkoztatok már, meg a Menyhár doktorra is találkoztunk, és akkor mit mondtál rá, hogy neked már mi ment innét el? Na, hogy... Nem tudom. De mondtad, hogy a gondolataid megvannak még neked a ismeretek, meg a gondolatok a, itt a fejedbe? Megvannak? És azért nem ismerted meg az Istvánt, meg a doktor urat? Azért? Hát biztos, hogy gondolom valami. Azt vettem, múltkor nagyon jót beszélgettünk, most egy picit szűk szavú, nem? Mostanában kevesebbet beszél? Kevesebbet beszél ön mostanában? Kevesebbet. De miért? Miért? Olyan jó poénokat mondott a múltkor, itt nevettünk. Valami viccet tud mesélni nekünk? Nem tudom. Nem? Egy jó vicc? Nem. Nem? Nem. Nem. És érsz, ez veszed, megurul a lejjebbe. Most már arra vagyok, hogy ha a feleségével nincsen egy bizonyos körülbelül így van, akkor már végem van. Félek. Ja, kint világos ablakban is fények. Félek. De most nem fél tőlünk, remélem. Egy kicsit sokan vagyunk most ide beültünk. Ez minden, hogy mondjam, mert marha jó. Nagyon jó, jól érthető, amit mond tényleg, hogy mit érezhet, így van. És mikor félsz jobban, mondna Istvánéknak? Mikor van az az időszak, amikor félsz? Ja, nem vagy, egy érzékelem, ha nem sivelelettem van, akkor végig van. Ha este, igaz? Mikor sötét van, akkor nagyon félsz. De most egyre... Ha... Hát már még, hogy feleségesen sem, most nagyon rosszul mondtam még neki, hogy folyamatosan érzem azt, hogy rosszul az az állapotom. Hogy rosszabbodik? Rosszabbodik az állapotom. Amikor bejött. És ez mit jelent? Ezt el tudja mesélni, hogy ez? Hát... Nem merek lemenni az udvarra, vagy nem merek semmit. Nem merek megfogni egy ásáshol. Vagy csinálni, nem tudom, nem merem. Most ahogy állok, hogy a kanálkal tartottó félék, hogy meg kell nézni, kiásítatok az ember, vagy ki fog esetleg. Ez mind bátran. Nem kell félni, nem? Miklós, vagy mit tudunk? Hát őnek is semmit nem tudunk tanácsolni, mert inkább én azt látom ebből, hogy elmondta azt, hogy őnek és minden ilyen betegnek arra van szüksége, hogy óvják, szeressék, a szeretetet érzik. Ennek ellenére van egy félelemérzés, és azt mi most észérvekkel nem fogjuk tudni a Péternek elmondani, de nem is akarjuk, mert tudjuk, hogy hiába. Ő az a félelme, ez abból adódik, hogy az ő betegsége. Ez nem a Péter, hanem ez az ő betegsége, és hogyha ezt tudomásul veszük, mint hogy önök példamutatóan családi szeretetben tartják, akkor ez a félelmen túl tud lépni. Sokat jelent. Sokat jelent, és nagyon lényeges dolog. Mert ugye beszélünk róla, hogy mi a szeretet, meg ilyen... Úgy tűnhet, hogy egy ilyen szlogán, nem igaz. Nagyon fontos az, hogy aki betegségben szemben érezze a szeretetet.
és csak így lehet segíteni, mint a beteg. Így van, meg a hozzátartozókon is könnyebben túllépnek azokon a nehézségeken, amik ilyenkor jelentkeznek. Péter, nagyon örülök, hogy erről így beszélgetünk, mert nagyon sokan tanulni fognak ebből, meg fogják érteni azt, hogy miért kell, miért mondjuk mindig azt, hogy szüksége van az ilyen betegeknek a szeretetre. Nem gondoltam, hogy ilyen irányba fogunk elmenni, de mérhetetlenül örülök, mert ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az empátia, az egymás megérzés és a szeretet átadása. Ez teszi lehetővé azt, hogy az ember, amikor megváltozik a betegség miatt, a hozzátartozók tudják azt, hogy amikor ő rossz hangulatban van, problémája van, az nem ő, nem meg olyat csinál, ami szokatlan, az nem ő, hanem az az ő betegsége. De ő mint ember ugyanolyan, mint volt. És ez egy nagyon lényeges kérdés szerintem. Péter, köszönöm, nagyon jó volt, amit mondott. Így van. És azt elmondhatom, hogy igaz, hogy mi már azért 45 évet együtt élünk. 45 éve vagyok a felesége. És én a mai napig oda megyek, megpuszígatom, szeretlek, simogatom, és ezt napi szinten többször megcsinálom vele, mert látom azt, hogy akkor örül, boldog, és akár, még ha idegesít is egy kicsit néha az a sok már az, amit kérdez, meg mond, meg akkor is én nyugalmat sugárzok felé, mert azzal, hogy én mutatom, hogy most ideges vagyok, vagy nincs jó kedvem, mert ugye a betegségemből nekem is van, amikor rosszabb a hangulatom, de nem mutatom neki, mert ő neki azt nem kell tudni. Nem kell tudni, mert nem érti meg, hogy miért van, mert én nem voltam olyan. Tehát most miért bántsam, mikor ennyi éven keresztül nem bántottuk egymást. És ez napi szinten így van, reggel megpuszíjuk egymást, lefekvéskor megpuszíjuk egymást, szeretlek, ő is mondja nekem, hogy szeret. És amikor elmentem a kórházba, mert műtétem volt, a lányom volt itt a dia vele, egy hónapig itt volt velünk, hogy nekem is tudjon segíteni. Én 10 napot voltam kórházba, és az alatt, az idő alatt a Péter állapota sokat romlott. Tehát hazajöttem a kórházból kötéssel, és nem tudta, hogy én a felesége vagyok. Nem tudta, azt mondta, hogy én egy angyal vagyok, aki azért van itt, hogy őt gondozza. És mondtam neki, Péter, a feleséged vagyok, és magyaráztam neki, hogy tudod, ott lakott az apukám a szembeházba, és azt mondja, hogy a Muzsai Jóska bácsi, ő a te apukád? Mondom, igen. Mondom, azért vagyok én Muzsai Ilona. Azt mondja, Muzsai Ilona vagy? És akkor te vagy az én feleségem? Mondom, igen. És nagyon sokszor a mai napig megkérdezi, hogy én kie vagyok. Tehát ehhez kell, ez azóta van, amióta én azt az egy hetet nem itthon töltöttem. És már azt annyira megzavarta, hogy nem voltam mellette. Tudta, hogy kórházba vagyok, mindig megsimogatja a fejemet, hogy jaj, azt nem szabad, hogy hozzáérjen, de azért megsimogatja a fejemet. És érdekes módon utána a diát se ismerte meg, és azt kérdezte tőlem, hogy ki ez a kislány, aki itt van állandóan, meg miért van itt nálunk. De mégis föl tetszett tudni dolgozni ezt a dolgot, mert igen, vannak már ismeretei. Megmondom őszintén, hogy az egyik legnagyobb törés, tragédia, probléma, amikor a betegségben, a betegség folyamatában, amikor a hozzátartozók azt veszik észre, hogy nem ismeri fel őket. Van, akinek ez olyan lelki törést okoz, hogy lehet, hogy ő 40 éve együtt él vele, és nem ismeri fel. Mert nem tudja az a hozzátartozó, hogy nem ő a baja, tehát nem az ő... Most nem tudja a hozzátartozó, hogy ő, ez nem ő, hanem a betegség. Szóval ezt kell megszokni, meg kell tanulni, hogy ez egy olyan betegség, ami az embert megváltoztatja kívülről, bizonyos dolgokban igen, megváltoztatja. Attól ő még ugyanaz marad, aki volt, és azt kell néznünk, amikor fura dolgokat tesz, és ilyen kijelentést tesz, mert komolyan mondom, nagyon sokan jönnek azzal,
hogy most mit csinál, képzeljem el, hogy nem ismeri meg. Hát persze, hogy nem ismeri meg. Annyi memória része elveszett már a memóriából, annyi elveszett, hogy nem tudja azokat a képeket előhívni, és ezért nem tudja. De ez nem azt jelenti, hogy nem szereti, vagy más nőkön gondolkodik. Volt olyan, aki ilyen elképesztő gondolattal jött, hogy hát most miért gondolkodik ő más nőkről. Hát nem ő róla van szó, és ez nagyon örülök ennek is, hogy itt ilyenről beszélgetünk, mert egy jó példát tudok mutatni, bármikor el tudom mondani annak, aki ilyen kérdéssel jön, hogy igenis ezt a problémát így lehet megoldani. Szeretet, tudás, a betegség ismerete, és így lehet ezt a dolgot úgy elviselni, hogy mindenkinek jó legyen. És azért ezt akárhogy is vesszük, én azért valamilyen szinten most már így többet beszéltünk, föl van ezekre az ember készülve, tudattal is. Nem azt mondom, hogy nem volt rossz, kegyetlenül rossz volt, amikor kijött, rájöttem, hogy én vagyok a kislány, akit két napja emleget. Volt egy rosszabb délelőtt, és le kellett dolgozni, ezt túl kellett lépni, mert nem tudsz mit csinálni. Ha hisztizel, ha bőgsz, ha veszekedsz, akkor sem fog megismerni. És egyáltalán rá se lesz jó hatással az, hogyha nem igaz, hogy nem ismersz meg. Nem ismersz meg, kész, ez van, akkor én vagyok a kislány. De ha azt mondta volna, a Júlcsi vagy az anyukája, akkor én az anyukája lettem volna. Mert abban a szerepben vagyok én neki ott. Igen, és te vagy a kislány, aki csokit hoz neki. Igen. Ugye? Mit hoz neked a dia? Mit hoz a dia, amikor jön hozzánk? Keveset, igen. Nem keveset, mit hoz neked? Péter, ott az asztalon, mi az? Mit hoz neked a dia? Mikor mondom, hogy jön a dia, mit mondasz? Mit hoz a dia? Hát hozzá csak itt. Na, igen. Ez az, helyes. És adj belőle anyunak? Nem. Nem? Nem. De azt megmondod, hogy milyen az íze, ugye? Azt megmondod? Mi? Azt megmondod, hogy milyen az íze. Ugye? Azt mondtad, majd elmeséled, milyen az íze. Na. Csokinak. Csak íző. Nem tudom. Na, Péter, mosolyog, ez már jó. Igen, a viccelődés az meg sokszor nagyon, nagyon jókat kacogunk így együtt. Hogy kezdődött ez az egész betegség? Mit vettetek észre először? Elhagyta az autó Győrbe. Sokat jelent, mert szegvévék a kicsit durva is ez az hát, vicc. Már én is behúzom, mondok, hogy egy csúnyám, vicceket, nem menne oda, hanem oda valahol, de hogyha a szállok, megold azért valamit. Valami. A vicc megold. Igen, igen. Ez így van. A humor az mindent megold, igen. Nagyon jó. Szóval, hogy elvesztette az autót. Elvesztette az autót, és akkor utána megtalálták a lányok, megkeresték, és utána ment Győrbe dolgozni, és első nap hétfőn elment dolgozni, haza is jött rendesen, kedden újra elment, akkor már itt talált oda a munkahelyére, akkor este jött haza, a Duna Centernél majdnem tömegbalesetet csinált, és akkor azt mondta, hogy ő befejezte, ő többet Győrbe autóval nem megy be. És akkor mentem én el, elmentünk a házi orvosunkhoz, és mondtam doktornőnek, hogy én elhiszem, hogy felejtünk dolgokat, meg én is felejtek el dolgokat, de ez valami más. És akkor ő elküldött bennünket neurológiára, akkor ott csináltak neki teszteket, és akkor mondták, hogy ez sajnos az Alzheimer-kor, és akkor innentől kezdve indultunk el úgy, hogy járunk pszichiátriára is, mert ugye nagyon sokszor bepánikolt. És akkor még utána egy darabig dolgozott, de itt a szomszéd faluba autóval jár dolgozni, és akkor ha sötétedett, akkor én busszal átmentem, és akkor együtt jöttünk haza, mert sötétben már nagyon nem tudta, hogy hol van. És akkor utána le is tette az autót. Saját magától? Igen, igen. Azért ez fantasztikus. Hogy... Miért tettük le az autót? Mit mondtál, hogy mi nem szeretnél lenni? Az a helyszerűen, hogy van, nem magadok, hogy tömeggyilkos. Nem akartál tömeggyilkos lenni. Tömeggyilkos. Igen, igen. És akkor ugye itthon maradt,
Itthon maradt, akkor munkanélküli volt, mert megszűnt a munkahelye, és őt küldték el elsőnek. Én megértem, de ott a főnökök tudták, hogy ő neki mi a baja, mert én oda is elmentem, elmondtam, hogy nézzétek, Péternek ez a baja, ha úgy gondoljátok, akkor most mondjatok főneki, ha nem, akkor figyeljetek rá, és ha valami van, egyszerre szóljatok, mert én itthon vagyok. Mert akkor már én el tudtam jönni nyugdíjba, és amíg lehetett, addig alkalmazták, de viszont akkor fölmondtak neki, na az megint egy nagy törés volt az életébe, és akkor ugye le lett rokkantosítva, aztán most meg november 15-től meg öregségi nyugdíjban van. Nagyon örült neki, hogy megérte az, hogy nyugdíjas, és nagyon sokat beszélgettünk mi a Péterrel. Lehet, hogy akkor pillanat ő is így tudja, hogy mit mond, meg hogyan, hogy mennyit tudtunk volna menni kirándulni, milyen könnyen lennénk most, hogyha nem lenne ez a betegség. De most ez van, most ezt csináljuk. És nagyokat sétálunk, délutánonként olyan 2 kilométereket sétálunk, és akkor mindig beszélgetünk, énekelgetek, és akkor így én nagyon szeretek énekelni, nagyon sok zenét hallgatunk, de én... Meg kell állom, ezt meg kell bírni. Nehéz kibírni, hogy énekel. És szóval így ilyen vidámon próbálom én tartani, nagyon mert fontos, én alapvetően fontos. Egy ilyen ember vagyok, tehát én nem szeretem azt a besavanyodott embereket, hanem én szeretek élni, szeretek vidámkodni, még annak ellenére is, hogy ilyen baj van a háttérben. És nagyon sokat nevetünk vele, igaz? Mi? Azért mondom, hogy nagyon én jó. Próbálom így oldani a feszültséget, hogy nagyon sokat viccelődök vele, nagyon sokat nevetünk. Jó vagyok. Sokan el sem tudják képzelni, hogy van egy ilyen betegsége valakinek, és ebben a családtagok és a beteg közötti kapcsolat olyan, hogy viccelnek. Hogy igenis vannak pillanatok, amikor nem csak hogy elviselik, hanem lazán, mosolyogva lépnek tovább. Ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog. És nagyon örülök, hogy így most tudunk beszélgetni, és a nyilvánosság is tudomást fog arról szedni, hogy így is hozzá lehet állni. Nekem nagyon sokszor föltették a kérdést, hogy ha foglalkozom a demenciával, az Alzheimer-kórral, hogy ez egy olyan téma, amiben az ember elfárad, meg kiég, meg mi a szép benne, van ebben szép, hát egy sebésznek, voltam sebész, és hogy abban, ugye az egy egész más, látja az igen. ember, hogy csinál valamit, megvan az eredménye, hogy ebben van-e ilyen dolog? Hát van itt a példa, hogy igenis el tudjuk most mondani önöket példaként, hogy igenis nem csak azt jelenti, hogy az embernek az élete összeomlott, hogy felborult, hanem az, hogy vannak olyan pillanatok, amiket be lehet bizonyítani, hogy érdemes ezt csinálni, ahogy önök csinálják. Én azt gondolom, hogy ez egy játék. Ha belemész a játékba, amit csinál, sokkal könnyebben átvészeled. Biztos, és legyen megfelelő ismerete az embernek, persze, hogy legyen. Mit játszom. Igen, de játszom. Vegye játéknak az egészet, és akkor túllendülünk rajta. Így van, és bele kell menni abba, amit ő mond, mert hiába mondom azt neki, abszolút. Hogy már pedig az a kék, az nem kék, hanem zöld, akkor is kék lesz. Akkor legyen kék. Pontosan. Ez olyan, lényeges, mint az égszín, az nem lényeges kész. Dolog. Így van. Nagyon lényeges. Picit belerondítok most ebbe az időképbe. Ugye akkor durva másfél éve voltam itt. Igen. Az idő alatt, nagyjából az elején voltam, ugye? Tehát nem sokkal azután, nem. Hogy... Akkor már mi akkor jobban már... voltunk, mert visszaszámolva várj egy picit, olyan 6 éve lehet körülbelül, hogy apu diagnosztizálva van. Az már mi körülbelül az... egy 4 éve tartó folyamat volt, amikor így. Uh-huh. Hol kicsit, hol jobban stagnálom. De az elmúlt másfél évben azt látom, hogy gyorsult a romlás. Igen, hogy, igen. Hogy mik azok a képességek, amik, vagy ez hogyan, csak hogy aki nézi, és mondjuk az elején van, szépen hogy szépen sorban igazából
ugye ezek a részek, hogy már nem akar fölkelni, már nem megy ki az udvarra, már kapirgálni sem megy ki, a gyűjteményéhez sem megy oda, és akkor ugye jöttek ezek a dolgok, hogy csak fekszik, hogy nem akar kimenni sétálni, többet fél. Az utolsó, amit most így észrevettünk azok után, hogy ugye már elfelejtett, nem elfelejtett, hanem ismer meg bennünket, az, hogy az evés, az ivás, ezek a funkciók, ami tök természetes az embernek, mert gyerekkorában megtanulta, ezek egyre nehezebben mennek. Ezek az alapvető dolgok, kijönni, eltájékozódni a lakásba, ahol 40 éve itt lakik. Ezek igen. Az, amik itt szépen sorba, azok úgy mennek el, a tisztálkodás, a fürdés, borotválkozásra ne is beszéljünk. Hát azokat már én csinálom, most már régebb óta borotválom, hát fürdik egyedül, lezuhanyoz, de ott vagyok vele. Például fönt van nálunk a fürdőszoba, meg a padlástérbe. És azt mondja nekem, hogy mi van ott fönt? Mondom neki, tudod, hogy ott van fönt a két szoba, meg a fürdőszoba. Ő ott még életében nem járt. Holott másfél, István mikor itt volt nálunk, akkor csináltattuk a zuhanyzót lent, és ő azóta lent zuhanyozik. De nem tudna már lépcsőn fölmenni, mert sajnos a mozgásába is, az egyensúly érzésébe is van nagyon sok romlás, mert mi azon az éven, mikor István itt volt nálunk, nagyon sokat bicikliztünk Péterrel, ilyen 50 kilométereket simán letekertünk, és nagyon élveztük, és azóta tavaly se biciklizett már, mert nem fél, nem tud biciklizni, mert nincs egyensúlyérzéke. És ha nem mondom neki, hogy gyere, együnk, mert ebéd van, dél van, akkor nem eszik. Tehát ha ő magától nem mondja azt, hogy éhes. Ha én mondom neki, gyere, eszünk, akkor megterítek, odaültetem, odajön, szépen kijön, és akkor eszünk, utána megy vissza, lefekszik. És azért, hogy ne feküdjön egész nap, mert tényleg egész nap fekszik, akkor én délután mindig mondom neki, na gyere, öltözünk, akkor fölöltöztetem, mert öltözni is nem tud egyedül, akkor én fölöltöztetem, és akkor megyünk, sétálunk. De ez napi szinten nagyon, nagyon ritka az, amikor esik az eső mondjuk, vagy ilyen, akkor, hogy nem megyünk sétálni. Mert kell neki az a mozgás, hogy egy kicsit ne az ágyba feküdjön, mert attól is félek, hogy nehogy esetleg amiatt ne tudjon majd fölkenni, mert elgyengül, vagy esetleg fölfekvése lesz, vagy valami. Mert sose lehet tudni, hogy az mikor kezdődik. Hát ugye az eséseknél meg nagyon ebben a korban, ebben az állapotban az eséseknek az a kockázata az mérhetetlen nagy. És általában az ilyen esések után jön a szomnyaktörés, és valóban, szóval ez egy nagyon lényeges dolog, hogy ebben a stádiumban, ebben az állapotban nagyon vigyázunk arra, hogy el ne essenek. És ezzel megelőzzük azt, amiről ön is beszél, hogy kórházi kezelés, most nem is beszélve arról, hogy kórházban ugye a Covid miatt egy egészen nehéz szituáció van, ami miatt esetleg még nehezebben lehetne megoldani, ha egy szomnyaktörése lenne, de ez nagyon lényeges dolog, hogy vigyázni kell, ott kell mellette lenni. Ez is bizonyítja, hogy bizony 24 órás felügyeletet igényel egy ilyen állapot. 24 óra. És nem értik meg, hát igen. Ez a 24 órás átlag. Már 24 óra, bocsánat, amikor itt voltam, beszéltünk, hogy intézményi elhelyezés. Igen. Hogy akkor én azt tanácsoltam, hogy nézzetek valami intézményt, és egy ilyen B-terv legyen, mert mi van, ha ugye történik valamelyik költökkel valami. Sajnos történt, mert ugye volt neked egy, nem is egy, hanem két kórházi ápolás. Igen. Ápolás. Ez mennyire így tartott? Vagy hát ezt hogyan oldottátok meg? Akkor inkább így kérdezem. A március itt azt úgy oldottam meg, hogy olyan aranyos volt a főorvos úr a személyzeten, azt mondta, hogy nyugodtan vigyen be velem, mert ott nem kell ott a feküdnöm, vagy aludnom, hanem reggel bemegyünk, délután hazajövünk. És akkor 3 nap elvittem. A 4. nap azt mondta, hogy ő inkább szívesebben itthon maradna, és akkor még itthon mertem hagyni. Tehát ő még akkor abban az állapotban volt, hogy nyugodtan itthon mártam hagyni, de telefonáltam neki, hogy van, mi van vele, és akkor ugye 4 óra, 5 óra fele hazaértem. Viszont
amikor most a kórházba kerültem, az már egy szervezésnek a végeredménye volt, hogy én megbeszéltem a idegsebészeten a főorvosúrral, hogy nekem van egy beteg férjem, aki Alzheimeres, és mellé egy 24 órás szolgálatba kell lenni valakinek, tehát ha én eljövök hazúról, nekem valakire gondoskodnom, valakinek gondoskodni kell a férjemről, és akkor ha lehetne, akkor legyen szíves, mondjon nekem egy időpontot, hogy körülbelül mikor tud megműteni, mert akkor a lányom próbál úgy szabadságot intézni magának, hogy itt lehessen az apjával. És nagyon rendes volt a főorvos úr is, segítőkész volt, mert azt mondta nekem, hogy oké, akkor ekkor lesz a műtét, és akkor meg is műtött. Azt mondta, bármi jöhet közbe, annak nagyon nagy dolognak kell lenni, hogy akkor nem műt meg, és meg is műtött akkor. Tehát ott is segítőkészek voltak velem. Én nem szólhatok senkire, mert most is meg van beszélve például itt a családsegítősökkel, hogyha netán-tán úgy jön, mert nekem a két lányom nagyon sokat segít, de ha nem tudnak rajtam segíteni, akkor a családsegítősöknek szólok, és akkor valaki ide jön addig a férjemhez, vagy ránéz, vagy itt lesz vele, amíg én elmegyek mondjuk egy vizsgálatra. Ezt így próbáljuk így megoldani, de viszont a másik probléma meg az, hogy a Péter nem fogad el mindenkit. Hát ezt akartam kérdezni, hogy ha valaki ide jön, akkor mennyire fogadja ő el? Vagy hát igen, és az... Mit jelent, ha nem fogadja el egyébként? Azt hogy kell érteni? Akivel nem bízik? Nem bízik? A bizalom a legfontosabb. A bizalom. Minden. Ha bízol a valakinek, ha van a bizalom, akkor... Bizalom. A bizalom. Több a bárminen végénytényére valahogy legyen. Hogy tudok bőle menni, hogy bízok neki. Nekem szerencsének ennek ebben. Mert akkor olyan kollégában voltunk, akikben tudtam, hogy erre az emberre, még erre biztosan jutatok. És kiben bízik a legjobban? Most. Most kiben bízik? Most kiben bízik? Akkor a leány, a van ez így. Nem baj, fussunk neki még egyszer. Csináljuk. Itt vagyok. Itt vagyok neked, persze. Én nem vágtam hallgatot, hogy ez is az. Hát miért vágj el a fejbe? Majd megsimogatlak inkább, jó? Ja. Úgyhogy én annyit fűznék ehhez az egészhez hozzá, itt, ami nálunk is történt, hogy tényleg mai napig nem tudom, hogyha nem olyanok lennének a főnökeim, amilyenek, hogy oldottuk volna meg azt az egy hónapot, és aki ebbe a cipőbe jár, az ne maradjon egyedül. Ott legyen valaki, aki legalább egy-egy napra ki tudja venni belőle, hogyha valóban el kell menni. Meg én azt gondolom, hogy bezárni se zárhatja be magát, hogy mindig legyen egy-két olyan ember körülötte, akivel ha más nem, legalább telefonon beszélhet, és elmondhatja magáét, és nem a négy fal között van, és nem tud senkivel se kommunikálni igazából, mert ők azért nem tudnak úgy beszélgetni. De legyen valaki, akinek elmondod azt, hogy neked mi a bajod, mi a nyugod, és én azt gondolom, hogy jobb ez, hogyha egy kvázi valamilyen szinten kívül áll a családból, mert nem veszi magára. Azért kérdeztem én az előbb az intézményt is, meg ezt a műtét dolgot, mert nagyon sokan kérdezik tőlem is, vagy tőlünk, azt mondhatom így a Miklóssal együtt, mikor vetítjük a filmet valahol, és van utána beszélgetés, hogy egyedül bevállalják az ápolást. És ugye ez mindig feltesszük a kérdést, és mi van, hogyha vele történik valami, magával, aki ápol, és akkor jó a család. De hát most ti egy nagyon jó példa vagytok, mert egy nagyon összetartó család. És mondom azt, hogy legyenek ilyenek a családok, csak nem mindig olyan a főnök,
aki miatt ezt meg lehet oldani, vagy olyan az orvos, aki ezt így megoldja. Szóval ez sok összetevős ilyenkor a probléma. A másik fele, és lehet, hogy most önzőnek fogok tudni bárkinek a szemébe, de most, ha anyuval történne valami, amit ugye elég jó sokkot kaptunk tavasszal, amikor kiderült, hogy baj van, akkor én ott összeomlottam, hogy mondom, két beteg emberre nem tudom, mit fog kezdeni. Így az egésszel. És most nem azért itt vagyok, nem vagyok még öreg. De most anyuval valami történik, én vagyok az egyetlen, aki a családból haza tud jönni, és egy csomó tervem van még, amit szeretnék megvalósítani, és egyrészt, ha én haza fogok jönni, hogyha bármi történik, és ápolni fogom aput, ez tény. Csak nem mindegy, hogy éhen halunk, vagy nem halunk éhen. Mert körülbelül az ápolási díj ez ennyit jelent. Vagy dolgozok, és fogadok valakit, aki 24 órában itt van. És mindenképpen valamelyik ujját az ember harapja. Mert ha intézménybe rakja, most nem tudnék bemenni hozzá. Ha itthon van, akkor kvázi valakinek az élete mindig tönkre fog menni. És azért mondom, hogy nem, egy ember nem lehet, aki ápolja, nem vállalhatja be, még így sem, hogy itt vagyok, és amit tudok, megteszek, és az összes orvosi időpontra ki tudom kérni a szabadnapot, meg tudjuk oldani. De én mondtam anyunak, hogy nem muszáj az intézménybe berakni aput, ha oda kerül a sor, mert lehet halasztani. De kell az a B-terv, és elég sokat járatom a számot érte, hogy kell az a B-terv, nem muszáj, nem kötelező jelleg, de ki tudja, hogy mi történik. Nem lehet tudni. Nem lehet tudni, hogy mi lesz. Ezért írtam neked. Tervezzünk meg, ki tudja, mit hoz a jövő, de éljünk is meg, ki tudja, mit hoz a jövő. Igen. Nem tudhatod. Pillanat, igen? István, én azt mondtam neked, hogy én nem szeretném beadni intézetbe a férjemet, igen, vagy otthon. Most elgondolkodtunk azon, hogy igenis, hogy valahova intézkedünk, és hogyha úgy lesz, ha minden kötél szakad, akkor nem lesz más megoldás. Így van. De most már nem jelentem ki, hogy biztos, hogy nem, mert nem tudom, hogy mi következik még ezek után, és én nagyon boldog vagyok, meg nagyon büszke vagyok a két lányomra, hogy így mellettünk vannak, és tehát most már nem merem kijelenteni, mert bizony sokszor megfordul az a fejembe, itt üldögelünk este, és akkor, hogy ha én valami rosszul lennék, ő már nem tud nekem mentőt hívni, és hogyha mégis sikerülne mentőt hívni, mert még mégse vagyok annyira rosszul, ő velem mi lesz? Engem elvisz a mentő Péter, itt marad? Hogy, vagy mit csináljak, mivel jelöljem meg a lakásba, hogy itt egy olyan ember van, akit nem lehet itt hagyni? Hogy mit csináljak, hát erre valami tanácsot, hogyha kaphatnék. Mert a mentős se fog apuval foglalkozni, hát ha viszi el. Elviszik, visszahozzák. Tehát nagyon jól megfogalmazták azt, hogy el kell jutni egy olyan szintre, amikor el kell dönteni, hogy eddig tudtam csinálni. Nagyon sokszor az a probléma, hogy azért nem akarja a hozzátartozó beadni, egyrészt nagyon furcsát fogok mondani, egyrészt azért, mert lelkiismeret furdalása van. Aminek az oka valószínűleg az, hogy megelőző életükben, amikor normálisan éltek, nem volt igazi szeretet. Most ez nagyon furán hangzik, de ez így igaz. És ettől lelkiismeret furdalása van. Fölvállalja, egyedül ott van mellette. Egyrészt azért, mert lelkiismeret furdalása van, de lehet, hogy azért is, hogy elmondja utána, hogy ezt én csinálom, és büszkén mondja. A mártír. Nem szabad, és mártírosság. Egy harmadik, hogy nincs más opció, nem? Hát azt a végére kell hagyni, de mert ugye pontosan föl kell hívni a figyelmet arra, hogyha az az opció nincs, akkor meg különösen oda kell figyelni, mert ön mondta el nagyon érthetően, hogy mi van akkor, ha ő vele gond van. Tehát a felelősség tudata annak, aki egyedül él vele, ki fogja hozni azt, ha szereti tényleg, hogy egy olyan megoldáson gondolkodjon, ami esetleg az ő lelkiismeretének vagy a lelkivilágának nem jó, de kötelezően meg kell tenni, hogy segítsen rajta és saját magam. Most lehet, hogy meg fogsz haragudni. Egy hétig, vagy két hétig, nem tudom. Mert már ráfogtam a pénzre, tudom. Ja, igen, igen. Az, hogy nem tudtam megmagyarázni, hogy
hogy nem nekedek a kodokkak másnak. Nem teszed, ott van a minden. Mindjárt elmondom a... Ezt mondom, nem elfájt eredet, nem azért, akiért, mert büszke-büszke volt arra, megmutatni, hogy lett tőle föl fele az egészet. Bár agy volt, nem tudom már, hogy a legtöbbet kaptam, én kaptam, mert jól dolgoztam. Már jól dolgoztam az életemben. Ez az a sztori, hogy amikor nem tudta, hogy én a felesége vagyok, hanem csak valaki itt vagyok mellette, akkor azt mondta, hogy én a szerelme vagyok, és megkéri a kezemet, elvesz feleségül. És én erre azt mondtam neki, hogy tudod mit? Nem esküdtünk templomba, ha megkéred a kezemet, akkor most megesküdünk. És ezen így jól elsztorizgattunk, és egyszer csak jöttek a pénzdolgok. És nálunk közös kassa volt, soha nem volt az, hogy ez az én pénzem, a te pénzed. Hazahozta a fizetést, letette, aztán kész. Az, hogy én hova költöttem, mit csináltam, azzal soha nem foglalkozott. A közös dolgokat úgyis megbeszéltük, a csekkeket mindent föladtam, ami olyan volt, azt meg mindent közösen költöttünk el. És akkor jött a probléma, hogy ő neki hol van a pénze, hogy ő neki van valami jövedelme, és mondom neki, igen, van nyugdíjad, tehát ő azt sose látja. De oda, amikor megjön a postás, hozza a nyugdíjat, én oda viszem neki, hogy itt a nyugdíjat, Péter, mit csináljak vele, tedd a többi közé. És akkor utána rájöttem, hogy ő neki az okoz problémát, hogy eszik, iszik, meg hát minden, ami ellátás, hogy nem tudja nekem azt kifizetni. Mert ő azt úgy fogta föl, hogy én itt vagyok, és azért neki fizetni kellene, hogy én itt vagyok. Tehát azt a kettőt keverte. És most már mondtam neki, hogy most már ne szekálja a pénzzel, Péter, mert fogok tenni egy pénztárcába pénzt, aztán oda teszem mellé, hogy legyen pénzed. Akkor meg azt mondta, hogy nem, ő neki nem kell pénz, ő nem azért mondta. Tehát valahogy keveri a kettőt, hogy engem hogy tud kifizetni azért, hogy én itt ellátom, meg hálás. Rendezem. Hát ő is így tudja a hálát értelem visszaadni. Ez teljesen érthető. Meg azt mondja, hogy csak hozzászom, hogy olyan örültem, hogy mikor megkaptam a papot, hogy mehetek nyugdíjba, meg ilyen jó, mert nagyon jó kaptam. Lehullom. Már nem is a pénzt akarok ennek, mit csinálják, nem megyek ennek, se kocsmában, ha most érzem. Azt se tudom, hogy néz ki az, hogy tisztítés, vagy mi van, hát ennyi. Nem ismered már meg a pénzt, igaz? Kiszedted ide a többit, ide az látszás. Ja, persze, hogy nem látom a hülyádugot. De mindig. Nem dugom el. Oda vittem direkt megmutatni, és akkor azt mondja, kiveszi föl az ő pénzét, mert nem szeretni, ha ellopnák. Helyes. Mondom, nem lopják el a pénzedet, megmutatom, itt van a pénzed, itt a nyugdíjad, itt a papírod. Mondom, tudod, hogy írtál egy meghatalmazást anno, hogy én fölvehettem a pénzedet. De mondom, itt van, Péter, látod, együtt, amíg költjük, akkor ezt csinálunk, azt csinálunk. Mondom, teszek neked én oda pénzt, aztán lesz pénzed. Az nem kell. Akkor már tudta, hogy itt... És akkor ezzel szekált két hétig. Meg ugye volt, csinálta egy videót, amikor azt magyarázza, hogy fog ő életedbe csekket feladni, ha anyu nem lesz. Ő sose csinált ilyet, hogy lesz Istenem, akkor a csekk feladni. És olyan szépen tisztán mondta, hogy... Mondom, hogy mi történt? Hogy fog csekket feladni, mert sose adott fél életedbe csekket. Mi lesz, ha nem lesz itt anyu? Hát nem tudom.
Nem tudok. Azért kell együtt maradni sokáig. Igen. Így van. Igen. Bízni egymásban, szeretni egymást. Mókamester az vagy? Most már nem tudja leírni a nevét se. Azt meg tudod mondani, hogy hívnak? Mi? Meg tudod mondani, hogy hívnak? Engem? Igen. Ez maga lehet maga apa maga. Na? Hans Péter. Hans Péter. Géza. Géza. Azt nem használtak. Csúnya név. Tessék, jó. Csúnya név. Csúnya hallgat. Abba a biztos részesége vagyom. Azért kaptam. Azért kérdezik. Kaptunk pár kérdést, és megígértem, hogy a Miklósnak felteszem e-mailen. Azt mondja, hogy édesanyám otthonba került, kimondottan demens részlegbe, és beköltözéskor azt kérték, hogy 10-14 napig ne látogassuk őt, hogy megszokja a helyet. A doktor úr a múltkor pont az ellenkezőjét mondta, hogy minél többet ott kell lenni vele. Mi is így éreztük, de azt gondoltuk, hogy a gyere specializálódott otthonban biztos jobban tudják nálunk. Abszolút nem értek egyet azzal, hogy 2 hétig ne legyen vele. A véleményem az és a tapasztalataink is azt mutatják, hogy ebben az első időszakban még fokozottabban kell, hogy esetleg leszoktatni, ha szabad egy rossz fordulattal ezt mondanom, leszoktatni arról, hogy állandóan mellette vagyunk, hanem minél többet. Ezzel nem értek egyet. Jó, van még egy. Azt mondja, hogy férjem előre haladott Alzheimer korban szenved, combnyaktörést követően nem tudott lábra állni. 17. szeptember óta ágyban fekvő, nem kap semmiféle gyógyszert. Kb. 2 hónapja a bal szeme állandóan váladékosodik, és gyulladásban van. Lehet ez is a betegségének a következménye? Hát már az Alzheimer-kornak, hát az Alzheimer-kornak ez nem tünete, nem következménye, hanem az egyéb betegségeknek a következménye. Gondolom én, anélkül ugye nem szeretek véleményt mondani, vagy betegségről diagnózist felállítani, hogy nem látom a beteget, de valószínűleg, hogy valami kötőhártya és egyéb fertőzés, valami bakteriális fertőzés következménye lehet. Tehát ez csak egy feltevés. Agy biztos, hogy az Alzheimer-kornra nem jellemző a szem kiszáradása, illetve a csipásodása. Aztán Zsuzsanna írt nekünk egy borzasztó rossz helyesírással, meg gépelési hibákkal egy-két sort, hogy érzékelhető gondolatok megfogalmazásának problémája, mármint hogy kimondás előtt el kell és át kell gondolnom, hogy mit mondok, hogy lehet-e neki valamilyen demenciális baja. Hát erre még felelőtlenebb lennék erre azt mondani. Tudni, ha már a demenciát komolyan veszük, és a demenciáról, illetve Alzheimer-kórról beszélünk, mindig is a legelső számomra az volt, hogy differenciáljunk, és ahhoz megfelelő vizsgálatokat végezzünk el. Orvosoknak nyilván nem orvos az, aki ilyen pár sor után egy véleményt nyilvánít, elképzelhető minden, de ennek alapján nagyon szeretettel mondom, hogy érdekes a fölvetés, de erre nem tudok válaszolni annélkül, hogy felelősséget. A neurológushoz menjünk? Feltétlenül. Hát először a házi orvoshoz, mert az a legegyszerűbb, és a házi orvos el fogja dönteni, hogy milyen irányba menjen. Most ugye nyilván nehéz, házi orvosok túl vannak terhelve az oltás és az egyéb problémák miatt, a rendszernek a nehézségei miatt, de mindenképpen, amint lehetőség lesz rá, a házi orvosnál való jelentkezést javasolnám, és akkor ő tovább majd el fogja tudni dönteni, hogy mi legyen a tennivaló. Jól van, hát nagyon későre jár, és nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt lehettünk. Pedig Miklós, még én pár szót szerettem volna. Nem folytom beléd. Az, hogy este, amikor besötétedik, fekszik, és akkor 10 percenként csoszok ki, vissza az ágy, a szobába, én itt nézem a tévét, és akkor haza akar menni. Mindig haza szeretne menni abba a házba, amit ő épített. De ház. Viszont ez az a ház, persze. És akkor megkérdezem, hogy a szülei háza Pordányba, hogy oda szeretné haza menni, ahol gyerek voltál? Nem. Ő oda nem szeretne menni. És akkor
nem tudom megmagyarázni neki, szóval ezt erre még rá kell jönnöm, hogy, kell hogy hogyan nyugtassam meg. Az, hogy el fogunk menni, csak most sötét van, de majd elmegyünk. Ez annak a következménye, hogy nagyon jó példa, már többen is elmondták és elmondjuk, hogy a memóriájával, mint akik könyvek lepotyognak, és ő és minden egyes emlékkép egy érzelemhez van kötve. Ő ahhoz a házhoz, amit ő felépített, amiben most is él, ahhoz kötődik egy érzelem, szereti, jó neki. De hiába keresgél a memóriájában a könyves posztról azt a könyvet, mert már leesett. És az az érzelem jön elő, maga, ami emlékkép, az nincs meg, de tudja azt, hogy ehhez az kapcsolódik, tudja, érzi azt, hogy egy jó érzés kapcsolódik, és ezért akar oda menni. De az, hogy ez az a ház, azt nem tudja, mert az a könyv leesett, a szabad így mondanom. Tehát ennek megvan a magyarázata, nagyon egyszerű. Az a normális megoldás, hogy meg kell beszélni, igen, rendben van, megyünk is, oké, csak most este van, gyere, menjünk el a konyhába, aztán megnézzünk, iszunk egy pohár szódát, vagy bármi. Tehát ez a lényeg, hogy nem szabad soha ilyeneket megmagyarázni. Nem kell magyarázni, mert úgysem fogja tudni megérteni, hanem csak az indulatok, esetleg az érzelmének, az, hogy ettől nem lesz agresszív, hanem idegesebb lesz, mert gondoljunk bele, hogy elindulunk délelőtt kocsival, és útközben eszünkbe jut, hogy valamit otthon hagytunk. Visszamegyünk érte, és keressük, hogy hova a fenébe tettem, és akármennyire normális, nyugodt valaki, ez csak a fene, hogy hol lehet ez, hát hova a francba raktam. Ugyanezt érzi ő, hogy nem tal, csak nem a tárgyat, és ő neki van betegsége. Tehát ő, amikor ezt az érzést érzi, hogy ő az otthonban, ahol van, vagy bármi olyan dolog, amit nem tud előhívni a gondolataiból, de érzelmeket szól, soha nem mondhatunk ellent, mert az a saját magunknak is meg neki is problémát okozunk. És én úgy érzem, hogy ő azt gondolja, én legalábbis így érzem, hogyha mi innét elmennénk abba a házba, amit ő épített, akkor ő neki megszűnne minden problémája. Mert sokszor mondja... Ezt a házat építette. Igen. Hát meg kell mondani, hogy elmegyünk, egyet kerülnek, azt visszajönnek, és jó, nem ilyen egyszerű, de ezt meg kell próbálni. Tehát ezt kell... Bele kell menni a játékba. Bele kell menni a játékba, igen. Mert annak semmi értelme, hát ezekkel nem lehet... Mert hogy akkor ennek vége lenne, ennek az egész mindenségnek, így mondja. Szóval de azért mondom, azért... de nem szabad ezt úgy venni, és ezt tanácsként hadd mondjam mindenkinek, hogy ez egy nagyon lényeges dolog. Igenis, rá kell hagyni, és utána pár perc múlva valami másról beszélve el lehet terelni a figyelmet. Jó. Én ezt javaslom. Köszönöm szépen. Én mondanék még is rá egyet, nem teljesen ehhez a beszélgetéshez kapcsolódik, csak sok mindenen keresztül mentünk. Egyetlen egyet szeretnék mondani minden hozzátartozónak, akinek kezdődő Alzheimer van a családjában. Mi is nehezen mentünk rajta keresztül, és mi is kicsúsztunk nagyon sok mindenből. És nagyon rossz ezt kimondani, főleg úgy, hogy még kvázi egészségesnek tűnik a beteg. Minden közműszolgáltatót átírni az első körben, amíg tudod leírni és tud gondolkodni. Csúnyán hangzik, a vagyonáról gondoskodni kell, mert keresztül mentünk rajta, és mi kicsúsztunk az időből. És ha most apunak nem úgy lenne a nyugdíja, amennyit kap, akkor egész életünk során, és meg remélem itt lesz sokáig köztünk, és legalábbis ebbe az állapotba, akkor anyagilag támogatnunk kell a családot. Ha otthon bekerül azért, mert a rokon nyugdíj nem elég rá, utána itt marad a házban anyu egyedül, mert nem tudunk vele mit kezdeni, mert apu tulajdonos, akkor anyu támogatni kell, mert a nyugdíj egyedül nem elég ennek a fönntartására. Ez mind-mind idő és pénz. És csúnyán hangzik, mert nem az örökségre megy az ember. De meg kell oldani, mert egy életen keresztül, és annak ellenére tudom, hogy szülőtartás van Magyarországon. De keressük meg azt az utat, amivel később könnyebb lesz. És tudom, hogy ezeket nagyon nehéz meglépni, és szembe menni a beteggel, és keresztül vinni. De ezeket muszáj megcsinálni. Muszáj. Mert a gyámság, a gondnokság alávétel nem megoldás. Utána jártam. Beszéltem velük. Nem megoldás. Mert gyámsági számára tesznek mindent. A maradék nyugdíját, ha eladják a házat, annak a felét, mindent, amíg ő él, gyámsági számlában. Semmihez nem férnek hozzá. Csak az ellátására jó. És az itt maradó másik fél, a társ, az meg kvázi földön futva lesz. Semmi más.
Ezen muszáj mindenkinek keresztül menni, akármennyire is kellemetlen, és akármennyire nehéz. Hát erre... Ez még egy, még egy beszélgetés lesz. Igen. Tudja mindenki, hogy ezt meg kell csinálni. Igen. Nagyon nehéz volt, mert ugye kettőnk tulajdona a ház, fél-fél arányba. És a Péter nevén van minden közszolgáltatás, a gáz, a víz, a villany, minden. És az utolsó pillanatban tudtuk, jött egy olyan dolog, hogy én nem intézhetek el valamit, mert nem az én nevemen van a szolgáltatás. Akkor kezdtünk el gondolkodni, hogy úristen, és a házat se tudnánk már eladni, mert gondolkodtunk rajta, hogy esetleg eladjuk a házat, és akkor úgy, hogy ketten megyünk be otthonba, és akkor nem tudjuk eladni, mert a Péter nem aláíró, nem, itt nem tud önállóan dönteni, és nem tudjuk eladni a házat. Ezek nagyon-nagyon lényeges dolgok. Én azt gondolom, hogy ezekkel érdemes lenne tovább foglalkozni. Tudnék, úgyis az a célunk ezekkel a beszélgetésekkel, nem az, hogy jól érezzük magunkat, az is ugye a viccelődés az ezt mutatta. De igazából az a cél, hogy akik ezt látják és tanástalanok, lássanak olyan mintákat, amiket esetleg föl tudnak használni. Olyan gyakorlati tanácsokat, amit olyan emberek mondanak el, akik már átestek rajta, és felelősséggel mernek javasolni valamit. Én azt gondolom, hogy ezek az összejöveteleink Istvánnak köszönhetően, ezek erről szólnak. És a továbbiakban is nyilván mindenkinek szeretnénk segíteni, mint hogy az Alzheimer filmnek is az volt a lényege, hogy segítséget adjunk a betegség megismerésében, a lehetőségekben, hogy esetleg milyen irányba menni, meg megtudni azt, hogy az Alzheimer-kór mit jelent olyanoknak is, akik nem érintettek benne. Nekem az még, a véleményem. Még, azt tegyük hozzá, mert ugye számok nőnek. És az első időben nagyon sokat sírtam már én is, Miklós, abban az időben, amikor még kezdődött ez az Alzheimer-kor. Nagyon sokat sírtam, mert sokszor fölmentem a fürdőszobába, és annyira sírtam, és... mérges is volt rá néha, akkor még... Nem tudt, igen. Ilyen, persze, hát igen, mert dühített, hogy ja, föltövágta ja. a kapát, a flexet eldobta, és nem azért, hogy eldobta, mert tudtam, hogy az a betegsége miatt, de az a kárt okozhatott volna magába is, meg másba is. És nagyon sokszor sírtam, de most már úgy vagyok vele, hogy akármennyire fáj a szívem, ezt csak így tudjuk végigvinni. Abszolút. Ez csak így lehet. Abszolút. Így lehet. Semmi más, csak így lehet. És örülni annak, hogy este lefekszek, és reggel kinyitom a szemem, jé, megértünk még egy napot, hogy fölébredtünk. És ez még sokáig legyen így együtt, hogy együtt ébredünk fel. Hogy együtt ébredünk fel. Jó, legyen ez a végszónk akkor. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ismét beengedtetek a otthonotokba, a gondolataitokba, és próbáltunk, vagy próbálunk segíteni mindenkinek. Miklós, neked is nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakítottál így az esti órákban. Önöknek meg köszönöm, hogy velünk tartottak. Nem tudom, hogy lesz-e folytatás ezeknek az interjúknak, megmondom őszintén, mert úgy harangoztam be, hogy ez az utolsó, és egyelőre úgy is néz ki, de talán még majd a jövőben találkozunk. Köszönöm szépen, viszontlátásra!